9 külföldi városból gyűltek össze fiatalok pénteken a nyíregyházi Korona szálló dísztermében. Közös bennük, hogy lakóhelyeik egyaránt testvérvárosai Nyíregyházának, amelynek diákjai szintén részt vettek a vasárnapig tartó nemzetközi ifjúsági találkozón. Az esemény célja, hogy párbeszéd fórumot biztosítson az európai fiatalok számára. 5 különböző témában készültünk szekciómunkákkal a fiataloknak, ezek között szerepel például érdekképviselet, környezetvédelem, illetve véleményformálás is. Én úgy gondolom, hogy nem szabad, vagy nem kell fontossági sorrendet felállítani ezek között, hiszen mindegyik egyaránt nagyon-nagyon fontos téma. Természetesen azért dolgozunk itt ezen a 4 napon most a külföldi fiatalokkal, illetve határon túli magyar fiatalokat is vendégül látunk, hogy ezek a javaslatok, amelyeket ők megtesznek, később akár helyi, testvérvárosi, vagy akár Európai Uniós szinten is beépüljenek a mindennapokba. A külföldi delegációk is abban bíznak, hogy az itt megfogalmazott ötletek, elképzelések nyitott fülekre találnak a döntéshozóknál. Ezek a jövő generációt érintő legfontosabb témák, mint például a környezetvédelem a klímaváltozás miatt, de arról is szó lesz, hogyan tudunk reagálni az aktuális krízishelyzetekre, és itt most lehetőség van rá, hogy a más országokból érkezett fiatalok megosszák egymással a gondolataikat ezekről. Nyíregyháza alpolgármestere az eseményen hangsúlyozta, az önkormányzat régóta együttműködik a város fiataljaival. A nyíregyházi diákpolgármesteri iroda, amikor csinál ilyen nagyobb üléseket, utána megfogalmaz kéréseket, észrevételeket a város vezetés felé, vagy a város felé. De nyilván egy olyan generációról beszélünk, aki még aktívan részt vesz a saját iskolai környezetében is, és azon túl is, hiszen ők is látják a várost, és ők is szeretnének több olyan dolgot, ami az ő fiatal dos természetüknek megfelelő. Good morning everyone. It's great to see you even though it's just through the screens. Betegsége miatt csak online tudott részt venni az eseményen a fiatalokért felelős helyettes államtitkár. Rácz Zsófi előadásában bemutatta a fiatalokat segítő kormányzati intézkedéseket, valamint beszélt a mentális egészség fontosságáról és a digitális technológia jelentőségéről is, amelyek így a járvány idején különösen felértékelődtek. A 180 fiatal napközben csoportokban beszélgetett a különböző témákról, majd este saját városukat, kultúrájukat, ételeiket is bemutatják egymásnak. Szombaton pedig ellátogatnak a Tirpák Fesztiválra, ahol a hagyományos magyar ízeket is megismerhetik. A magyar ételek nagyon táplálóak, és korábban minden alkalommal, amikor itt jártam, gulyást kértem az étteremben, ami fantasztikus volt. Most is mindenki kedvelte ezeket az ételeket itt, a szállodában, ahol különféle fogások voltak, mind a húskedvelők számára, mind a vegetáriánusok számára. A Városháza mindeközben testvér- és partnervárosi találkozót tartottak, ahol a polgármesterek egyeztettek a további együttműködésekről és megállapodásokat írtak alá. Az esemény célja is az volt, hogy a járvány miatt megszakadt kapcsolatokat személyesen is felélesszék.